Több osztály és több száz diák sorsa vált bizonytalanná, miután kiderült, hogy a Római Katolikus Teológiai Gimnáziumban nem indulnak cikluskezdő osztályok. Az érintett intézményeknek kevés idejük maradt a helyzet orvoslására. 3 9-es osztállyal kezdte a 2016-2017-es tanévet a Római Katolikus Teológiai Gimnázium. Ez idén biztosan nem lesz így. A 3 osztálynak viszont valahol szerepelnie kellene az iskola hálózatban. Jelen pillanatban azonban Marosvásárhelyen nincsen érvényes iskola hálózat. Ez az egész megyére kihat, mondja Joan Macarié főtanfelügyelő. Az ügy sokkal súlyosabb, mint amilyennek első ránézésre tűnik, ugyanis 4858-os tanuló még nem kapott tájékoztató füzetet az induló szakokkal. Úgy tűnik, a polgármesteri hivatal hajlandó feloldani a helyzetet. Én most a minisztériumtól is várok egy választ. Nagyon szeretnénk kiadni már ezt a tájékoztató füzetet, és természetesen mind a 3 érintett osztálynak szerepelnie kell benne valamelyik iskola kínálatában. A fény már látszik az alagút végén, hiszen decemberben a Bolyai Farkas Elméleti Liceum vezetősége összesen 8 osztály indítását kérvényezte. Akkor 7-re kaptak engedélyt. Most viszont még egy szakindítását engedélyezik a Bolyaiban, a katolikus iskola egy osztálya helyett. A város neves középiskolája ugyanakkor egy helyett 2 nulladik osztály elindítására kapott engedélyt. A nulladik osztályban beiratkozott 40 diákot kötelezően el kell osztani 2 osztályban, hiszen a törvény szerint 25 diák lehet maximálisan egy nulladik osztályban, tehát a törvényes megoldás az, hogy 2 osztály közösséget alakítsunk ki, ennek következtében lesz egy nulladik osztály pluszban az előző tanévhez viszonyítva. A katolikus iskola a másik 2 osztályának ügye a városi önkormányzat döntésén múlik, amelyre már nincs sok idő, a 8-osok felvételie ugyanis vészesen közeleg.